Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, az idei esztendő utolsó kulturális magazin műsorát a műhelyt látják. Szerettünk volna igazán különleges élményeket szolgáltatni ezen az utolsó adáson, ezért el is mondom, hogy mi az, amit kitaláltunk és amivel készültünk. A közelmúltban jelent meg néhány nappal ezelőtt mindössze egy különleges album, Tóth Csaba festőművész albuma, amely a művész szakrális műveit tartalmazza. A kötetnek nem csak az a különlegessége, hogy összefoglalja ezt a hosszú pályát, hanem az is, hogy tartalmaz egy unikálisnak számító tanulmányt is, amelyben Tóth Csaba leírja, hogy a Szépművészeti Múzeum egyik alkotása az ő megállapítása szerint Leonardo műve. Hogy milyen bizonyítékokat talált erre, azt is elmondja majd itt a mai műsorban, és vendégünk lesz a kiadó képviselője is. A műsor második felében pedig visszatekintünk egy közelmúltbeli eseményre, amely elsősorban a zeneszeretőket hozhatja lázba, hiszen nemrégiben derült ki, hogy az idei junior prima díjasok között több szombathelyi érintettségű fiatal is van. Közülük az egyik, Hoci Mátyás vendégünk lesz itt a stúdióban, és elmeséli majd élményeit, illetve azt is, hogy mi minden történt vele azóta, amióta elkerült Szombathelyről. Ez tehát a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Talán emlékeznek rá, előző műsorunkban is gyönyörű könyveket ajánlottunk a figyelmükbe, és így van ez a mai alkalommal is, hiszen egy értékes album van itt az asztalon, nem csak a legújabb kiadványa a Szülőföld könyvkiadónak, hanem annak előzményei is, amelyeket mindjárt megmutatunk önöknek, és természetesen beszélgetni fogunk Tóth Csaba legújabb kötetéről is. Köszöntöm itt a stúdióban nagy szeretettel Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművészt, illetve Farkas Csabát, a Szülőföld könyvkiadó ügyvezetőjét. Csaba, először hozzád fordulok. Reprezentatív albumok ezek valamennyien, egyik szebb, mint a másik. Most a kiadó koncepciójába valamilyen módon ez is belekerült, hogy művészeti albumokat adjatok ki? Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. A Szülőföld könyvkiadó gyakorlatilag több sorozatot indított útjára, és 2018-ban jött az a gondolatom, hogy szeretnék művészeti témájú albumokkal is egy sorozatot elindítani. És milyen érdekes, ha véletlen pont akkor találkoztam Sopronban Dalos Margittal, Gici János festőművész özvegyével, aki meg egy ilyen jellegű albumot szeretett volna közzétenni. És el is kezdtük a munkát, majd a festőművész születésének 85. évfordulója alkalmában meg is jelent, egy nagyon szép kiállítású album, és ezzel gyakorlatilag el is indult ez a sorozat. És 2019-ben Ferkovics József festőművész anyagából készült egy tematikus albumunk, majd a tavalyi év végén Tóri Walter Önvallomás című albuma jelent meg. Idén pedig 2020-ban a Munkácsi díjas Tóth Csaba festőművész kötete, amely tematikus, hiszen kimondottan szakrális témával foglalkozó album. Csabával már régebb óta ismertük egymást, hiszen 2012-ben egy másik sorozatunk kapcsán, a Híres Szombathelyi Nő kapcsán pontosan a második kötetben az Ambrózi Teréz életét ő dolgozta fel, és onnantól kezdve már egy munkakapcsolatunk. Én mindig is nagy tisztelettel voltam művészete iránt, és ezért is kerestem meg őt. Beszélgettünk, és ahogy te is említetted, előkerült ez a tanulmány is a Sziklás Madonnáról, plusz jövőre lesz ugye az eukarisztikus kongresszus, és ez a kettő adta azt az ötletet, hogy készítsünk akkor egy szakrális albumot, amelyikben, mint ahogy láthatjuk, az első részében, ez egy 300 oldalas album, az első részében tanulmányok, már megjelent publikációk vannak, köztük ez a Mi Sziklás Madonnánk is, és olyanok is olvashatók, amik még eddig nem jelentek meg sehol. A második részében pedig nagyméretű festmények találhatók, és egy-egy részlet nagyítással. Ezekben majd mutatunk is a kedves nézőknek egy-egy lapot, tehát fogják látni a kötet belsejét is. Csaba,
nagyon szerencsésnek tűnik az időzítés, hogy éppen karácsony előtt jelenhetett meg ez a kötet, de gondolom nem ez volt a kifejezett cél. Most te tulajdonképpen egy mérföldkőhöz érkeztél, egy korszak lezárul a te pályádon azért ez a kötet, vagy ez véletlenszerű, hogy éppen most született meg? Hát a véletlen egy olyan fogalom, amit mindenki másképp értelmez. Van, aki azt mondja, hogy nincsenek véletlenek, én is ezek közé tartozom. Szó volt itt a könyvekről. Tavaly Ian Tight, Torjai Walter könyvbemutatójára engem kért fel a kiadó, és a akkori könyvbemutató után ajánlotta fel, hogy hát neked is kiadhatunk egy könyvet, ha gondolod. És mint ahogy Torjai Walter esetében is ez egy ilyen majdnem, hogy csodával határos kategória volt, hogy egy olyan művésznek jelenik meg egy reprezentatív albuma, akit a régión kívül szinte nem is ismernek. Én is úgy érzem, hogy ez a felajánlás, ez ilyen isteni gondviselésszerű volt, mert hát nyilván minden művészben van vágy a megmutatkozásra, de ennek a realitása, hogy ez az életében megvalósul, nagyon kevés művésznek adatik meg. Úgyhogy ilyen szempontból mi így kitüntetettek vagyunk. Tehát egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a könyv gondolata, és hát gyümölcsoltó boldogasszony tájékán kezdtük el ezt a könyvet kezdeni, és hát karácsonyra megszületett a könyv, úgyhogy ennek van egy ilyen jelképes tartalma. Nyilván ebbe belejátszott ez a Covid időszak, hogy amikor le volt zárva a világ, és akkor a könyvvel való munkálkodás is szünetelt. Most neked van mire visszatekinteni, hiszen egyrészt egy 40 éves pálya áll mögötted, másrészt, hogyha csak a szakrális munkáidat tekintjük, talán abban is többféle korszakot tudunk megkülönböztetni. Fel tudnád vázolni azt az utat, hogy hogyan kezdtél te szakrális témákkal foglalkozni a művészetedben, esetleg utalhatnál arra is, hogy mi volt előtte, az is érdekes, és hogy jutottál el a mostani munkákig? Hát ott kell, hogy kezdjem, hogy 60. születésnapomra Tihanyban, a Tihanyi apátságban volt egy visszatekintő kiállítás, amelyiknek már ez volt a címe, hogy Isten és a világ. És hát az utóbbi időben tulajdonképpen ilyen címmel állítottam ki a munkáimat több helyütön álló kiállításokon. Tehát ebből az vonható le, hogy utóbbi időben valóban nekem ez nagyon fontossá vált. De a kérdés az volt, hogy mikortól és egyáltalán hogy alakult ez az egész pálya. Ebben a könyvben, amikor a Csaba felajánlotta, számomra nyilvánvaló volt, hogy csak ezt a témát fogjuk felölelni, hiszen ennél egy jóval nagyobb a munkásságomnak a másik fele, és azt kevésbé tartom most aktuálisnak és fontosnak, hogy a közönséghez eljusson. Itt ebben a könyvben ez a 40 év és annak a korszak változásai követhetők nyomon, ami azt jelenti, hogy hát 40 évvel ezelőtt diák voltam, fiatal ember voltam, 10 éves voltam, és az akkori képzőművészeti elképzeléseimbe is bekerültek már olyan témák, amelyik valahol a hit gondolat körével foglalkoztak, és így valóban vannak benne egészen korai diákkori művek is, ahol már megjelenik ez a téma. Az akkori látásmódomnak megfelelően ma úgy mondjuk ezt, hogy látványelvű vagy plenár szemléletű művek ezek. A képzeti főiskolámra még így kerültem be ezekkel a munkákkal, de ott nagyon hamar rájöttem arra, hogy nekem a látmány élmény kevés ahhoz, hogy a művek gondolatiságának az elmélyítésében előbbre haladjak. És így fokozatosan szakadtam el a látvány élménytől. Ebben a könyvben talán ilyen jellegű munkák most nem is szerepelnek. Hát elindult egy a 80-as évig kortárs művészeti közegéhez való alkalmazkodás,
tehát itt is vannak akciófestészeti művek, gesztusfestészeti művek, konceptuális művek. Tehát azokat próbáltam ki, illetve olyan irányba kísérleteztem, hogy ez a fajta tartalom vagy gondolatiság, ami számomra fontos volt, ízlelgettem azokat a lehetőségeket, kortárs művészeti lehetőségeket, amikkel egyáltalán ki lehet menni a közönség elé. Én még nem megtaláltam közel 30 évvel ezelőtt, tehát 1991-ben volt egy művem, pont egy Leonardo mű, a három királyok imádásának a parafrázisa, vagyis hát újrafestése, amelyikbe először festettem bele egy gondolatot, egy fogalmat. És itt indult el a művészeti tevékenységemnek egy teljesen új korszaka, ami nem hasonlítható talán máshoz. Tehát ilyen típusú előképekkel nem találkoztam sehol. Tehát, azért erről egy pár gondolatot még ejtsünk, mert igen. Ugyan sokan ismerhetik ezeket a munkáidat, hiszen ezek közül van, ami már a közönség elé került, hát jó részükből kiállítás is nyílt, van, ami a Premontrei gimnáziumban kapott végül is helyet, tehát azok a képek, amiket te régi művészeti alkotások újragondolásával és újraalkotásával hozol létre, azok igazán jellegzetes Tóth Csabás munkák, amelyeken többnyire van egy latin felirat is. Ugye ezekről beszélünk. Most ráadásul még méretükben is nagyjából hasonlóak? Igen. Tehát amikor az első ilyen készült, kérdezték sokan, hogy miért ekkorák, miért ilyenek. A négyzetes formára már korábban átaláltam, tehát a négyzetes fogalom az egyik legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb mértani forma, amelyik az emberre mindenképp így hat. És akkor most nem is beszéltünk a négyzetnek a szimbólum tartalmairól, mert koronként, kultúránként is mindig változik. Európában is van egy szimbólum tartalma a négyzetnek. Tehát akkora vásznakat lehetett akkor kapni. És úgy gondoltam, hogy ha már rátaláltam erre a méretre, erre a formára, akkor ez lesz az egyik jellemzője az én festészetemnek. És hát így van az, hogy ebből a 130-as kollekcióból több száz mű van már, ami megszületett. És hát az utóbbi egy-két évben pont térek el ettől. Tehát egyrészt ez a feliratos, konceptuális festészeti megjelenítéstől, és inkább megpróbálok a színek fele visszatekinteni, vagy visszatérni a színekhez. Ugyanis annak idején azért gondoltam ezt a monokrom festészetet fontosnak, mert úgy gondoltam, hogy ebben a korban, amiben a mai ember él, amikor a tudományos színelméletek határozzák meg a festészeti lehetőségeket egy képzőművész számára, tehát hogy melyik szín melyiknek a komplementere, stb. Nem akarok részletesen belemenni, úgy gondoltam, hogy az eredeti mély szín szimbolika már a mai ember számára nem fontos. Most felülbírálom magamat, az akkori önmagamat, és igenis fontos a mai ember számára is a szín, habár ugye azt azért látni kell, hogy körülöttünk minden harsog. Tehát annyira más a mai világ, annyira felfokozott a mai világnak az élményanyaga, hogy nyilván az első változat, hogy én ebből visszaveszek, az hasznos volt. De most úgy gondolom, hogy az embernek van egy ősi elvárása a színtől, a szín emberre vagy lelkire való hatására, és ezért gondoltam azt, hogy visszatérek a színekhez, és ezért váltott a festészetem az utóbbi időben egy kicsit. De ha megnézzük a kötetet, akkor nem csak a színessé váló képeket látjuk a vége felé, hanem azt is, hogy van egyfajta leegyszerűsödés vagy letisztultság abban, hogy most meg kezeket festesz többnyire. Hát most ugye rövid az idő, ezekben nagyon mélyen nem mehetünk bele. Ezekbe a kérdésekbe, de valóban arról van szó, hogy a 20. századi művészet olyan tektonikus változásokat okozott
a művészettörténet korábbi folyamatához képest a jelen számára, ami miatt valamilyen formában ezt a 20. századi nyelvet beszélni kell. Most az egyik ilyen neo-vanguard irányzat úgy hívták, hogy minimál art. Tehát, hogy nagyon, nagyon kevésre egyszerűsítve akarja a művész elmondani a mondani valóját. Én is úgy gondoltam, hogy ha a kezekre koncentrálok csak, annyira fontossá válnak azok a mimikrik, tehát amiket az ember ösztönösen a élete során a kezeivel, a szavakkal együtt fejez ki, csak erre mondjuk a színészeken kívül senki más nem figyel, vagy mondjuk a némákra, ugye a Leonardo tanulmányban pont erről is van szó, hogy Leonardo esetében miért volt fontos egyáltalán a kéztartásoknak a kép funkciója, tehát hogy mit lehet elmondani a kéztartásokkal. Igen, én is ezekkel a kezekkel tulajdonképpen rázumolok arra, hogy a szem és az arc után a kéz az, amelyik leginkább az emberi lélekről, vagy az emberi bensőről valami fontosat át tud adni a másik ember számára. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt innen közelítjük, akkor mondhatjuk azt, hogy már egyfajta Leonardo-i előkép is van ezekben a művekben, és akkor itt most átcsatolhatunk arra a bizonyos tanulmányra, amire hosszú ideig vártunk, és elmondhatom talán a kedves nézőknek, hogy már régóta kapcsolatban vagyunk, és régóta invitállak téged ide a tévébe, de szeretted volna, hogyha a kötetben megjelenik ez a tanulmány, és majd akkor beszélhetsz róla, ezért mi türelmesen kivártuk ezt az időt, de szeretném, hogyha akkor erről most egy kicsit bővebben beszélhetnénk. Tehát arról van itt most tulajdonképpen szó, hogy a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében te felfedeztél egy alkotást, amit eddig úgy jelöltek, mint Leonardo műhelyében készült munkát, de senki nem mondta ki, vagy vetette fel, tudomásom szerint eddig, hogy ez magának, Leonardónak a műve. Te viszont állítod ezt most már határozottan, nyilván nagyon komoly előtanulmányokat végeztél ehhez, és nagyon sok analógiát kerestél, és bizonyítékokat, hogyha ezt most már így kimered jelenteni. Nagyon kevés az időnk arra, hogy ezt részletekbe menően végig beszélhessük, de azért szeretném, hogyha utalnál néhány dologra, mi megmutatjuk a képet, te pedig utalhatnál néhány dologra, hogy melyek azok az úgynevezett bizonyítékok, amelyek azt jelzik, hogy Leonardo munkájáról van szó. Hát ezzel a festménnyel 40 évvel ezelőtt találkoztam, amikor a Szépművészeti Múzeumban dolgoztam, és 40 éve hordozom magamban ezt az érzést, hogy ez egy Leonardo mű. Ugyanis én akkor is már éreztem, csak nem volt bennem annyi muníció, hogy egyáltalán ebbe a dologba belevágjak. És ebben a karantén korszakban egy könyvet megszereztem, Kenneth Clarke-nak a Leonardo da Vinci című könyvét. Clarke-ot mindenki nagyra tartja, én is nagyon szeretem őt. És az ő könyvével találtam meg a Metropolitan Múzeumban lévő tanulmányra a sorozatot, amelyik ennek a képnek az előképe. Ezt nem csak én találtam, tehát ez egy köztudott dolog volt, tehát ezt tudták már 50 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel. Van valamilyen kapcsolat azok között, a rajzok és a mű között, így van. És hát tulajdonképpen itt a nagy áttörés azzal történt, hogy 1932 és 36-ban a Szépművészeti Múzeumban ezt a művet látta a két háború közötti legjelentősebb reneszánsz kutatók egyike. Bernard Berenzonnak hívják, és ő mondta rá, hogy ez egy műhely munka. És akkor ez tulajdonképpen rajta maradt. Uh-huh. A gond ezzel az, és mind az életünkben is tapasztaljuk, hogy mi egy élő organizmus vagyunk. Tehát a Föld az egy élő bolygó. Állandóan, tektonikusan a bolygó is változik. Tehát a tudományos megismerések is mindig új dolgokat vetnek fel. Én ugye az én feltevésem, vagy az én érvelésem az, hogy 1478-ban, mennyi időnk van, elmondhatom ezt még? Pár. Jó, tehát Leonardo kap egy megbízást a firenzei, mondjuk így városházától, hogy készítsen egy Szent Bernárd oltárképet. Na most ekkor a művész 21 néhány éves. Tehát ezt a megbízást biztos, hogy komolyan gondolja, és arra is van utalás, hogy előleget vesz fel a képhez. De aztán a képről nem tudunk semmit.
akkor van egy ugyanebből az évből számoló jegyzete Leonardónak, hogy elkezdtem dolgozni két Mária, Szűz Mária képen, két Madonna képen, az egyik profilból van ábrázolva. Ugye erről a kép is elmondhatjuk, profilból van ábrázolva. És van még egy jegyzet, amit a kutatók arra az időre tesznek, amikor Leonardo az első firenzei korszak után átmegy Milánóba, és csinál egy lajstromot, hogy mit szeretne átvinni magával Milánóba. Ott is szerepel ez a két kép. Na most ez volt az, amelyik fonalon én elindultam, hogy nyilván ezeket eddig nehéz volt behatárolni, ezt a három utalást ezekre a Madonna képekre, én tulajdonképpen ezt kötöttem össze. A fő gond az, és azt hiszem, hogy eddig az volt a nagy tévedés, hogy Leonardo a köztudatban ez a szakállas, bölcs, idős művész. Erről nem tehetünk, hogy ez van a köztudatban, mert ugye van egy önarckép, a kutatók egyrészt azt mondja, egyébként nem is lehet ez önarckép, mert egy 67 éves művész nem néz ki úgy, mint egy 90 éves aggastyán, mint ahogy ez van az önarcképen. De a lényeg az, hogy ha ez igaz, amit én mondok, akkor ez egy fiatalkori mű. És ezt a Leonardot úgy kell elképzelni, mint magyarok el tudjuk képzelni, mint egy Petőfi Sándor vagy egy József Attila, aki fiatalon zseniális műveket alkot. Most 9 évig van Verrocchio műhelyében. Ez alatt a 9 év, ez nagyon nagy idő, egy ilyen József Attila és Petőfi-féle őstehetség esetében. Tehát itt azt hiszem, hogy minden mű, vagy minden fellelhető, vagy feltételezhető mű nagyon komolyan meg kell, hogy vizsgáljuk. De ezek, amiket elmondtál, ezek tulajdonképpen életrajzbeli utalások, stb. Hát de ha magát a munkát figyeljük meg, most már vannak erre technikák, lehet nagyítani, tehát olyan részletekre is fel lehet figyelni, amire esetleg korábban nem. Vannak tipikusan Leonardóra utaló jegyek ezen a képen? Hát ez a 46 oldalas tanulmány erről szól. Egyet-kettőt árulják. Mint a komputer tomográf. Így végelemzem minden kockáját a képnek, és megkeresem minden részletnél az analógiákat, a másik képekhez való összefüggéseit, kapcsolatrendszerét, és azokat az érveléseket, amiket a másik képekhez kapcsán a jeles művészettörténet kutatók, Leonardo szakértők megfogalmaznak, és tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy azok a megfogalmazások, sajátosság, Leonardo-i karakterek, géntartomány, amit megfogalmaznak más művek esetében, az kivétel nélkül mindegyik vonatkozik a Szép Művészeti Múzeum munkájára. Tehát itt most tényleg az az érzésem, és hát ebben a könyvben ezt bizonyítom, hogy itt egy fiatalkori első komoly vállalkozásról van szó, és egy befejezett vállalkozásról. Mert tudjuk, hogy a Szent Jeromos és a Három Kijárók, amelyik tulajdonképpen ebben az életszakadban születnek, ezek befejezetlenül maradnak. De eddig, mivel ez a Berenzon kutató ezt műhelyi munkának tartotta, ez a kép nem került be a köztudatba. Még fényképet se közölt róla egyetlen egy szakkiadvány sem. Igazából akkor került ki a köztudatba, amikor a Szép Művészeti Múzeum 100 éves évfordulójára felújították, restaurálták, és úgy döntöttek, hogy beteszik az állandó kiállításra. Abban a pillanatban így beremegett a Leonardo-i kutató, a nemzetközi kutatók, mert a reflektorfénybe került egy olyan kép, amelyikről már eddig is, akik már valamelyest ismerték, tudták róla, hogy megkerülhetetlen műről van szó. Ennek a képnek ugyanis vannak alter egói, tehát vannak hasonmásai, amelyiknek valószínű ez volt az előképe. Ugyanezt a kompozíciót más múzeumokban, más gyűjteményekben, világon máshogy is megtaláljuk, de mindenki egyetért abban, hogy ez a fókusza ennek az egész kompozíciós mű együttesnek. Tehát ezeket kimondták. Én tulajdonképpen azt a merész lépést tettem meg, hogy magyar emberként egy magyar közgyűjtemben lévő műről mondtam ki azt, amit majd valamikor nyilván kimondtak volna mások, miután most már reflektorfénybe került ez a mű. Hát nagyon várjuk, hogy mik lesznek mindennek a szenzációs felfedezésnek a következményei, és milyen vízhangja lesz, mert nyilvánvalóan azért ez a szakmában azért minél, vagy hát hamar elterjed, és erre lesznek reflexiók. Igen. Feltehetően. Akkor visszatérünk a témára. Nagyon köszönöm, Csaba. Egy rövid kérdésre van még idő. A következő esztendőre terveztek-e hasonló kiadványokat? Igen, tervezünk. Nyilván a sorozat akkor tud élni, hogyha folytatása van.
Jövőre szeretnénk Marosfalvi Antalnak és Vörös Ferencnek ugyanígy a művészeti albumát megjelentetni. Azt is várjuk nagyon, és köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig akár karácsony ajándékként is figyelmükbe ajánljuk az összes asztalon lévő kötetet, különös tekintettel az utolsóra Tóth Csaba munkájára. Köszönöm szépen a beszélgetést, boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen, és békés ünnepeket. Kedves nézőink, önök az idei esztendőben bizonyára hiába várták a Prima Primissima díjátadót, hiszen az elmaradt helyette adományokat gyűjtöttek rászoruló szervezeteknek. Megtartották viszont a Prima Junior Prima díj átadót, amely azt hiszem, hogy nagyon sok szombathelyi szívét megdobogtatta, hiszen felfedezhettünk a díjazottak között három olyan fiatal, tehetséges művészt is, akiknek szombathelyi tanulmányai, vagy szombathelyi születésűek, vagy szombathelyen tanultak, tehát mindenképpen a zenei tanulmányaik ehhez a városhoz kötik őket. Most egy rövid összefoglalót tekintsenek meg ebből a díjátadóból. Az MVM a komoly zene elkötelezett támogatója. A Junior Prima magyar zeneművészet kategóriában minden évben 10 fiatal művész veheti át az elismerést. Az elmúlt 13 év során így már 130 kimagasló tehetség vehette át a díjat, amely az ifjú zeneművészek körében ma már a legnagyobb presztízsű elismerésnek számít. Az eddigi évben ez a Junior Prima díjra általánosan jellemző volt, hogy amennyire csak lehetett sokszínű. Ez magában foglalja azt, hogy amilyen sok hangszernek van virtuóza vagy jó játékosa, ebben a korosztályban azt igyekeznek elismerni. Ez a mostani díjazottakra is jellemző. Először rendeztük meg online formában a Junior Prima díjátadót, amely lehetővé tette ilyen módon, hogy megnyissuk a nagy közönség felé. Mindössze csak talán magyarul kell tudni az egésznek a szöveges részéhez, viszont ami a gálakoncertet illeti, ott még a nyelvtudásra sincs szükség, hiszen a zenei nyelv, amit ezek a fiatalok beszélnek, ez abszolút univerzális. Megláttam, akkor egyből megérintett a díj, és hát a zsűri tagok mindannyian szakmán kiválóságai, úgyhogy nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy végül is megszavazták nekem ezt a bizalmat és ezt az elismerést. Ezen a díjon keresztül úgy gondolom, hogy nem csak az én tevékenységem kerül a fókuszba, hanem ezen keresztül az orgona is, mint hangszer, és mivel nagyon fontos küldetésemnek érzem a hangszernek és az irodalmának a népszerűsítését, ezért ez is különösen nagy öröm számomra. Szép díj, már így a fizikai formájában is, és az egyik kedvenc zenei részletemet tartalmazza, Schubert C-dur honsütésének második tételét. És egyébként egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt megkaphattam, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben majd további lehetőségekhez juttathat. Sejtettem, hogy így már 9 hónapos pocakkal fogom ezt a díjat a kezemben tartani. Könnyek így meghatódom minden alkalommal egyáltalán, amikor erre gondolok. Hát nem hagy, hogy most itt ülök a mellett, a zongora mellett, hogy játszottam, és hogy itt fogom ezt a csodát a kezemben. Nincsenek szavak. Nagy öröm és boldog
boldogság számomra a Junior Prima díj, hiszen kiváló kollégáim részesültek már ebben a díjazásban, akikre felnézek, és többen már példaképeim. És különös élmény volt együtt dolgozni kollégáimmal a gála koncertre, ami szerintem mindenkinek nagy élmény volt, és különös helyet foglal el az életében. Nagyon örülök ennek a díjnak, és annak is, hogy ilyen nagyszerű zenészekkel együtt vehettem át. Egy biztatás arra, hogy azt folytassam, amit elkezdtem. Hogy a szakmai zsűri elismeri így a munkámat, ez valami fantasztikus dolog, és még el sem hiszem, még most sem, hogy a kezembe tarthatom, tehát fantasztikus érzés. Nagyon boldog vagyok, hogy idén megkaphattam a Junior Prima díjat, mert már régóta vágytam erre, és ez egy megerősítése az eddigi munkáimnak. Hálás vagyok azoknak a zsűritagoknak, akik kiválasztottak, mert ez egy óriási motiváció nekem. Csak nekem elismerés, hanem a tanáraimnak, akik az évek során tanítottak engem, valamint a családomnak állásan köszönöm a támogatásukat. Ez a díj nagy felelősség számomra, mivel olyan zenészek is megkapták már, akik számomra példaképek. Fantasztikus dolognak tartom, hogy ezt 24 éves létemre itt tarthatom a kezemben. A támogatást, amellyel jár, mindenképpen a zenei tevékenységembe fogom fektetni, és a magyar zenei élet szolgálatába fogom állítani. Több ismerős arcot is felfedezhettek a szombathelyiek az iménti összeállításban, hiszen Fűries Anna Csenge, az opera énekes hölgy, ő itt tanult Szombathelyen egy pár évet, a Művészeti Szakközépiskolában, és Osztrosics Éva neve is ismerős lehet, aki hegedű művész, szintén a Szombathelyi Zeneiskolában kezdte, és aki itt ül most a stúdióban velem szemben, és akit nagy szeretettel köszöntök, Hoci Mátyás Gordonka művész, aki szintén szerepelt ebben az összeállításban, és hát sokan tudják rólad, hogy te is itt kezdted a zenei tanulmányaidat, és ma már ugyan nem itt élsz, de nyilván megvannak a kapcsolatok és a kötődések most is. Én nemrégiben épp a díj apropóján hallottam veled a Bartók Rádióban egy rövid beszélgetést, nagyon szimpatikus volt, hogy megemlítetted abban a pár percben is a szombathelyi előzményeket és a szombathelyi tanáraidat. Először is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. Igen, én úgy gondolom, hogy fontosnak tartottam, hogy meg kell említeni őket, mivel hogy büszke vagyok arra, hogy mégiscsak én itt nőttem föl, itt töltöttem a tanulmányi éveimet, tehát mind a zenéskolában, mind pedig itt a művészeti szakközépiskolában. És én úgy gondolom, hogy az ember miközben tanul, elsősorban a tanáraitól, akiknél tanul, őtőlük tud mindig állandó iránymutatást szerezni, és sok-sok támogatást és inspirációt, és mindhárman nagy hatással voltak rám, ezért én úgy gondolom, hogy fontos ezeket megemlíteni. Most a nevük nem hangzott el, de én szeretném, ha megemlítenéd, illetve azt is elmondanád, hogy hogy került egyáltalán a cselló a kezedbe, mert hogy valamilyen hangszer közelébe kerültél, az szinte természetes, hiszen zenész családban nőttél fel. De miért éppen a cselló? Miért éppen a cselló? Hát igen, édesanyám is csellista, és lényegében ő választotta nekem ezt a hangszert. Akkoriban én még 5-6 évesen nagyon nem tudtam eldönteni, hogy ez tulajdonképpen mivel jár ez az egész hát zenei hivatás, és ő választotta ezt a hangszert, és itt kezdtem a Szombathelyi Zeneiskolában, Pálkövinné Békefi Cecília irányítása alatt, nála voltam, én azt hiszem 8 évig voltam nála,
és általános iskola után én még mentem gimnáziumba, itt a Premontrai gimnáziumban. Ez azt jelzi, hogy akkor még nem dőlt el a pontosan fejedben, akkor, hogy akkor én még művésznek készülsz. Igen, akkor én még úgy nem igazán tudtam eldönteni, hogy tényleg ezt szeretném csinálni, hiszen ez nagy-nagy felelősséggel jár, meg hogy valóban ezt szeretném-e. És a gimnáziumi év, tehát annak a gimnáziumi évnek a második felében emlékszem, volt egy a szombati művészetben egy szalagavató, és akkor abba bekerültem ebbe a zenész közegbe, ahol otthon éreztem magam, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg tényleg erre van nekem szükségem. És így kerültél aztán a művészeti szakközépiskolába. Igen, és akkor felvételiztem a művészeti szakközépiskolába, ahol Pálky Antalhoz kerültem, és nála voltam 4 évig. És akkor úgy tűnik, hogy innen már egyenes út vezetett a Zeneakadémiára, ahol Oncai Csaba tanítványa lettél. Igen. A ti kapcsolatotokat hogyan jellemeznéd? Hát ő rendkívül sok mindenben támogatott. Ő volt az, aki, tehát ilyenkor, amikor az ember a Zeneakadémiára felkerül, jobban kinyílik előtte, akár nemzetközileg is esetleg utak, javasolt ő is. Tehát ilyenkor az ember egyrészt a Zeneakadémián is megismer külföldről embereket, mivel hogy vannak külföldi diákok is ott. Ilyenkor jobban kinyílik kicsit a szeme az ott tanulónak, és ilyenkor a Oncai tanár úr is, ő is javasolt mesterkurzusokat, hova kell menni, kitől érdemes tanulni, ellesni néhány dolgot. Tehát ilyenkor nagyban közben járt ezekhez, hogy minél több tapasztalatot begyűjtsek itt az évek során. És ha minden igaz, akkor olyan szempontból is hatással volt rád, hogy a kortárs művekre is ráirányította a figyelmedet. Mert hogy ahogy utána olvasgattam, hogy mi mindennel foglalkozol, az igazi újdonság számomra ez volt, hogy te olyasmit is felfedeztél, amit nem biztos, hogy a korosztályod béliek, mondjuk pont a cselló esetében fontosnak tartanak, vagy nagyon sokan felfigyelnek kortárs művekre. Igen, én úgy gondolom, hogy ő volt az, aki esetleg rájött, hogy talán van érzékem hozzá, tehát hogy sok mindent ezekbe a művekbe ki lehet próbálni. És eleinte, mikor még oda kerültem, lényegében egyáltalán nem játszottam ilyen műveket, mivel nem is hallgattam, és mondjuk én nem is szerettem őket, hiszen nem hallgattam, nem ismertem őket, kicsit ilyenkor az ember még úgy távolabb áll tőle, és meg ilyenkor ezekhez a darabokhoz kicsit jobban ki kell nyitni az embernek a fülét, máshogy kell hozzáállni ezekhez a darabokhoz, és... De mégis mi az, amit szeretsz ezekben? Tehát ami mondjuk egy laikus fülének olyan kicsit nehezebben feldolgozható? Egyrészt a kihívás, valamint az egész hangzásvilága, hogy a hangok szólnak, néha vannak diszonáns szólamok is, amiket úgy másképpen kell meghallgatni, valamint magát a hangszereket is helyenként, hogy máshogy kell kezelni. Elkezdtem ezekből így inspirálódni, és hiszen ezekben a darabokban több minden olyan dolgot is be lehet vinni, amit esetleg egy klasszikus, vagy egy romantikus műbe nem lehet, mivel nagyobb szabadságot érzel. Igen, ilyen szempontból, igen, úgy gondolom, hogy talán nagyobb. Kortárs művekről beszélgetünk, és tudom, hogy sok mindent adtál már elő a színpadon, kortárs darabokat is, de most a következő részlet, amit meg fogunk hallgatni, az éppen nem erre lesz példa, de azért szeretettel ajánljuk a kedves nézők figyelmébe. Thank you.
Most csak egy rövid részletet, egy ízelítőt kaptunk abból, hogy Hoci Mátyás a színpadon, hogy mint zenél, ez épp a vizsgakoncertedből volt egy nagyon rövidke részlet. Térjünk vissza egy kicsit a díjhoz, hogy mit éreztél, amikor meghallottad, hogy a díjazottak közé kerültél, hiszen ugye, ahogy a bejátszásban is elhangzott, ez a legnagyobb presztízsű hazai díj, amit fiatal művészek, zeneművészek megkaphatnak. Igen, ez pontosan így van. Óriási megtiszteltetés, hogy ez így megadatott. Hát és amikor jött, engem e-mailben értesítettek, hogy engem választottak erre a díjra, a másik 9 díjazott mellett, hát nagyon meglepődtem, és hiszen ez gyakorlatilag a semmiből jött, mivel előtte kicsit ugye ez a jelenlegi világhelyzet is akadályozta a művészeti életet, a zené életet. Kevesebb koncert volt, kevésbé volt aktívabb, és hirtelen jött egy ilyen, a semmivel egy ilyen dolog, és... Talán még inkább örültél neki. Igen, azért fel kellett dolgozni, mivel ilyenkor az ember így átgondolja, hogy tényleg megérdemli ezt a díjat, vagy sem, de hát egy nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, és egy biztatás is egyben a jövőre való. Azért nem az első elismerésed, mert hogy voltál te már cselló versenygyőztese, ráadásul ugye azok közé tartozó, azon kevesek közé tartozó gondolom én, akik még mielőtt a diplomát megszerezték volna, tehát mielőtt még ez a vizsgakoncert elhangzott volna, már a Nemzeti Filharmonikus Zenekarba is felvételt nyertél. Igen, ez így van, pont a zeneakadémiai utolsó évem előtti hónapokban volt ez a próbajáték, és hát arra úgy mentem el, hogy szoktuk mondani, hogy elmegyünk tapasztalatot szerezni, hogy kipróbáljuk, milyen nekem ez az első alkalom, ez volt az első alkalom, hogy én próbajátékra megyek, és emellett tehát rendkívül tudatosan készültem rá, de nem gondoltam volna, hogy én leszek úgy a kiválasztott ebben, és hát nagyon megerültem, és azóta is boldog vagyok, hogy ott lehetek. És ráadásul te nem csak zenekarban játszol, hanem különböző formációkban is. Igen, vannak kamaraformációk is, van egy zongorás trióm, van egy hárfa duóm, a hárfa partner, ő is az előző évben meg junior prima díjat kapott. Úgyhogy... Igen, én élvezem ezeket a lehetőségeket, meg úgy gondolom érdemes is kihasználni ezeket, hogy az ember minél többféle módon kipróbálja magát. Másik zenészekkel ezek tudják kiinspirálni a művészt ilyenkor. Gondolod, hogy újabb kapukat is megnyit ez a prima díj a számodra? Én bízom benne, hogy igen, hiszen nyilván az előző évekből gondolom a zsűri úgy gondolta, hogy méltó vagyok erre a díjra, és úgy gondolom, hogy esetleg látták benne a lehetőséget, hogy ez a dolog még tud folytatódni. Bízom benne, hogy fog tudni, és megpróbálok minél többet tenni érte. Külföldön is szerepeltél már, tehát több alkalommal felléptél már külföldi színpadokon is. Milyen lehetőségeid vannak e téren? Igen, ilyenkor... Az ember külföldön többnyire ilyen mesterkurzusok kereteiben, fesztiválokon volt alkalmam, és ilyenkor az ember kicsit úgy külföldön úgy érzem, hogy jobban ki tud nyílni, legalábbis valahogy én úgy érzem, hogy ilyenkor az ember több tapasztalatot tud szerezni másik zenészektől, tanároktól ilyenkor. Szívesen veszed akkor az ilyen jellegű megkereséseket. Igen, hát lehet, hogy erre is lesz majd alkalom, így akár a díjnak köszönhetően is. És mielőtt még befejeznénk a műsort, még egy rövid részletet tartogatunk a kedves nézőknek egy másik műből, ha jól emlékszem, egy Schumann következik most egy rövid részlet. Thank you.
Hát nem tudom, hogy karácsonykor előkerül-e a hangszer, de nagyon kellemes ünnepet kívánok, és hát jó zenélést, természetesen akár otthon, akár a világ bármely színpadán, és további sikereket neked, Mátyás. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig az egész éves figyelmet köszönöm. Ez volt az idei esztendő utolsó kulturális magazin műsora. Boldog, áldott ünnepet kívánok önöknek. Találkozunk 2021-ben. Viszontlátásra! I'm on the verge of jumping the fence. Although the leap to begin with, these cheap consequences come at my expense. Some say the grass grows greener on the other side. They're